100 éve nem volt ilyen Magyarországon, szürke marhák vorultak végig Budapest utcáin. Az akcióval egy budapesti fotókiállításra szeretnék felhívni a figyelmet a szervezők, de nem csak erre. A fényképész azt reméli, hogy a szürke marha hosszú idő után újra az ország egyik jelképe lehet, és egyre többen eszik majd a húsát is, amely állítólag nagyon egészséges. Hétköznapi forgalom délben Budapesten. Nem hétköznapi közlekedőkkel. Szürke marhák járták a várost. A fogat átvonult a Lánchídon, elmentek a Batthyány tér előtt, egészen a Millenáris parkig. Sikerült volt. Az összes boltos kivonult az utcára. A hangos kurjantások miatt a lakók az ablakokban lógtak. A hajsz az balra, az elején az jobbra. Az az irány, szóval jobbra balra. És mindenki fotózott. Tényleg mindenki. Most az autósok sem dudáltak a forgalom lassítás miatt. Sosem láttam még ehhez hasonló állatot, mordja ez a turista. Na, ortobágyon, ennyit tudtam róluk, de semmi többet. Jó, nagy szép állatok. Hűha, ami most nekünk jön. Ez volt a munkaeszköz sok helyet. Tehát ez az ökörfogatokkal végezték el a munkát, amit most a gépek végeznek. 1870-ben még több mint 13 millió szürke marha volt Magyarországon. Az 50-es évekre már csak 4 bika és alig 100 tehén maradt. Ezekből látnak most néhányat. Hogy nem hadd ki teljesen az ősi magyar fajta, többek közt a hortobágyi pásztoroknak köszönhető. Egészségesek, mint a mak. Igényszerűen egy ország. Nincs vele gond. Ma körülbelül 18 ezer példány van belőlük, vagyis nagyon kevés. Erre szeretnék felhívni a figyelmet a szervezők, no meg arra, hogy az állat húsa egészséges. Magyarországon 100 éve nem volt ilyen, hogy a magyar ökör fogat végigvonul a városon. A szervezők például azt szeretnék elérni, hogy az állat újra Magyarország egyik jelképe legyen. Az akció része egy vándorfotó kiállítás és egy könyvbemutató a szürke marhákról.